Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a HCV Underground. A mai epizódban Zozi megkapja élete lehetőségét, ám ez könnyen visszaüthet, hiszen az ellenfele Makai Renátó, és így a lehetőség rémálomba fordulhat. Hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit itt a HCV Undergroundban. Egy extra villáminterjút vállalt a bajnok, Makai Renátó. Renátó, amikor legyőzted Zafárt és bajnokká váltál, mit legyőzted, gyakorlatilag földbe döngölted, darabokra szedted, a nép bajnokává váltál, és a fiatalok, akik körülvettek téged, a szemükbe csillogással felnéztek rád, és minthogyha azóta egy 180 fokos fordulatot vettél volna, mintha nem törődnél ezzel, hogy milyen érzelmek vesznek téged körül. Ezt én jól látom? Nézd, Pali, úgy gondolom, hogy mivel én vagyok a HCV bajnoka, így képviselem a magyar pankrációt, én vagyok az arca. A magyar kettercharcban is folyamatosan nyerem a mérkőzéseket, mind Magyarországon, mind külföldön. Nem engedhetem meg magamnak, és nem tehetem meg, hogy bárki másnak az érzéseivel foglalkozok. Megyek, csinálom a dolgomat, és aki az utamba kerül, azt eltakarítom onnan. Még mindig nincs igazi kihívóm a HCV-ben. Az ezüst hátukora elkezdődött. Magyarország egyetlen heti rendszerességű pro wrestling műsora. Ez itt a HCV Underground! A mai mérkőzés nem övmeccs. A kihívó tőlem balra, a fiatalság, a sors kegyeltje, hölgyeim és uraim, Szalai Zoltán Zozi! Vele szemben pedig a HCV jelenlegi bajnoka, az ezüst hátú, 115 kg-mal, Makai Renátó! Hölgyeim és uraim, azt hiszem elmondható, hogy a HCV immár Makai Renátó territóriuma. Megjelölte a területét az ezüst hátú, és jaj annak, aki szembe akar nézni vele! De vajon ez Zozira is igaz lesz a ma este? Csak el kell nézni Renátóra, ez szerintem mindenkire igaz. Zozi rendkívül magabiztos. Külön elmondta nekem, hogy fogvédőt tett be, így próbált felkészülni Makai Renátó legendás ütéseire. Hát nem tudom, lehet, hogy a agyrászkódást így megúszza, de a kiütést, ha eltalálja, Renátó nem. Ugyanúgy kell félnie azt a KO ütést, mert... Uff. És most... Renátó úgy dobálja Zozit, mint egy zsák krumplit. Igen. Holott Zozi erőemelő edzéseket végez. Ő is 110 kiló fölött van, tehát körülbelül azonos erőviszonyoknak kellene lennie, de... Aj, azt tudjuk, hogy Zozi nagyon nagy küzdő, de ez a váltámadás Makai Renátótól kőkeményen a földre teremtette őt. Makai egyre fölényesebb viselkedik a ringben, úgy érzi, hogy nincsenek igazi ellenfelei, és most ez a puffanása, hogy Zozi földet, azaz betont ért, hátborzongató volt. Bíró el kell számolni, hogyha eléri a tizet, és Zozi nem tud visszajutni a ringben, akkor count out-tal Renátó fog győzni. Senki nem hibáztathatná érte Zozit, hogyha nem térne vissza a kötelek közé. Zozi azonban valahogy talpra kelszállódik. Helyébe kihasználnám legalább 9-ig, hogy összeszedjem magam, de nem. Ahogy megvan, már megy is be. Hoppá, hoppá. Zozi hatalmas ütést visz be Makai Renátónak. Aki viszont egy brutális térdéssel válaszol erre. És ez az az új, sokkal agresszívebb, sokkal... Nem is tudom, milyen szót használjak rá, sokkal fölényesebb Makai, aki most mosolyog az ellenfelére. Volt régen egy interjúja, ahol azt mondta, hogy embereket bántok, vagy valami ilyesmi volt. Láthatóan élvezi a dolgot. Igen, hogy ez az ő mestersége, hogy embereket bánt, és félreértés ne essék, nagyon profi benne.
Zozi levegő után kapkodva ütött egy nagy luftot, Renátó egy mosollyal reagálta le, és tovább kínozza Zozi bordáit. És emlékezhetünk arra a hatalmas üdvrivalgásra, amit Makai Renátó akkor kapott, amikor megnyerte Zafaramintól a HCV bajnoki címét. Ennek az üdvrivalgásnak már nyoma sincsen, Makai Renátót fújolja a HCV dojo közönsége. Majdnem kiszakadt a ringkötél a sarokból. És még kiszakadhat, hogyha nem hagyja abba. Valószínűleg egyébként korábbi felvetésedre reagálva a közönség is észrevette azt a változást Renátónál, ezért búzás a reakció most rá. Nem láttam, hogy Makai Renátót ez különösebben megrázná. A közönség próbálja visszakiabálni Zozit a meccsbe, és most ki is gördül Makai útjából. És talpon Zozi próbálja spanolni magát. És elkapja Makait, de csak egy pillanatra, aztán könnyék lesújt a tarkójára. És egy hatalmas spinebuster Makai Renátótól. És általában ilyenkor az ellenfeleknek vége. Félkézzel Makai tusra megy, de Zozi kirúg belőle valahogy. Kicsit aggódtam, hogy egyáltalán fel tud ezután kelni, nemhogy kirúgni. Egy nagy üresség volt Zozi szemeiben a Spinebuster után. Szerintem nem is volt magánál néhány pillanatig. Igen, az emberek nem szoktak kirúgni ebből a Spinebusterből, de talán Makai arroganciája most sokba került neki. Legalábbis átmenetileg. Igen, elég sokat várt a pinre, a tusra. Fölkapja F5-ba! Oh, kihozza lábra, ott az elhajlás, hatalmas rúgás, egyenesen Makai tarkójára, és most kiemelni az ezüstártót, és beleszalad K.O. Punchba, itt a vége! Hölgyeim és uraim, a mérkőzés győztese Makai Renátó! Én pedig emlékeztetnék rá mindenkit, hogy Szitgán Pali megkérdezte tőlem a dicsőség napja után, hogy meddig lehet nála az érem. Én azt feleltem, ameddig akarja. 100%-ban egyet értek ezzel. Úgy tűnik, hogy ma csak egy interjú alanyunk lesz. Zozit nem sikerült összekaparni, és ahogy Renátó a mérkőzés előtt megjósolta, még mindig nincsen ellenfeled. Te hogy látod? Ahogy mondtam is, ez már az ezüst hátú korszak. Itt a HCV-ben nincs ellenfelem, és nincs, akit komolyan kellene vennem. Téged se, Pali.